Hát yeah. I'm ready, girl. Hello mindenkinek és üdvőre a csatornán! Mizu Mizu! Budadé, mondtam, az előző videóban nem mondtam, hogy Mizu Mizu. Ez a videó arról fog szólni, hogy reagálok a régi képeimre, és hát nem találtam magamra olyan régi képeket, tehát maximum a legfiatalabb, ami vagyok, az olyan 10-11 éves. De cringe faktor, az nagyon-nagyon meg lesz. Most be fogok vágni pár képet, és hát megnézhetitek, és én is reagálni fogok rá. Na, szóval eldöntöttük azt, hogy úgy fogunk haladni, hogy időrendi sorrendben visszafele, tehát idősebbtől a fiatalabbig. Az első kép az, hát ez lenne is tavaly decemberi, és ilyenkor mindig, ilyenkor még nagyon rövid volt a hajam, és nem rakadtam póthajat, és mindig be volt fonva ilyen afróra, és hát, ja. Don't do it. Stop. Na, jöhet a következő kép. Hú, de körülményes. Na. Úristen, itt nem. Hagyj. Na, szóval. Készen állok. I'm ready, girl. Na, szóval a következő kép itt amúgy szerintem... Nem, szerkesztve vagyok, de nem olyan sokat, szóval... Hát nem tudom, de nagyon csúnya szerintem itt a fejem, nagyon ilyen, ilyen orangután fejem van. Azért, mert nem volt még meg a lipültem, és ilyen nagyon meg volt nyúlva a szemben. A következő kép az, itt is van, hogy 2018. október, és itt barna afró volt a hajam, ilyen szintén smink nélkül vagyok, és... Szerintem. Szerintem ja, de úristen nagyon csúnya volt, hát így, hogy megtart az élet. Oh my god. Mutasd. Ez a következő. Ez jó. Hát... Ennek a képnek van egy háttérsztori, amiről nem akartok tudni. Soha. Ennyire elit. Szóval erről ennyit. Next one. Igen, itt már hiányzott egy körmöm. Ez nem tudom, hogy mikor ide kb. Ugyanakkor, mint ez. És ez volt az első full afrom, azt hiszem, nem a második, mert az első, azt egy nagyon béna nő csinálta, és kihullott. Úgyhogy hozzáértem, mától kihullott. Ja, ez volt az. Ez volt az a fonat, ami hozzáértem, és kiesett a hajamból. De amúgy vagány lett volna, ha normálisan meg lett volna csinálva. Ja, szétjött. Na mindegy. Itt hány éves lehettem? 18 szerintem? Itt 18 voltam. Mi? Ez két éve volt? Két éve lett plusz 25 kiló? Na, a következő kép, oh my Jesus. Itt is szintén rövid volt a hajam, és fonattam. Hát, ja. Azt hittem, hogy tök merő ez a kép, de nem állt jól nekem ez, mert túl nagy még mindig a szám között ez a különbség, és annyira rossz ezeket visszanézni. De még milyen rossz lesz, hogyha jönnek a nagyon régi képek. A következő kép dátum szerint várjunk, de 2018, az is októberi. Itt kiszökítettük a hajunkat, és itt egy ilyen csatos póthaj van fönt. És szerintem tusvonalat húztam magamnak, és tusvonalat nem tudok húzni magamnak, mert annyira rejtett szemem van, hogy nem lehet szépet húzni. El van rejtett szemem. Ja. Na ja. Ez 2018. július. 18 éves voltam szintén, úristen, és itt tudom, itt valami hajam volt megcsinálva, fonva szintén, és ezután ki lett bontva. Metró aluljáróba voltunk, mentünk, nem is tudom már hova. Még egy volt barátommal, ami nem pasi barát, hanem haver barát. A következő, úristen, ez Pesten van egy... ez a polót a Vetita kaptam amúgy. És itt a hajam fullas, úristen, az ezüstben, az ezüst haj, nagyon jó a hajszínem, meg a hasam olyan kis lapos. Ez nem, amikor költöd ezt a képet.
Nincs oda. Igen, mert itt egy Airbnb-ben voltam. Airbnb? Airbnb-ben voltunk egy srácsal. Nobody cry. Nobody even notice. Next one. Úristen, ez... ez 2017. Talán. Nyugtass meg, nem. Még szerintem ez is 2018-asom. Ez a Missy-nél van. Akkor csináltuk a mukbang videót. Ja, ja. És XXL-es, 6XL-es körmeik voltak. Nekem csak 4XL-es. Nekem 6. És azzal tényleg nem lehetett semmit csinálni, és amikor letört. Én sem Kayla. Miss Kayla. Ez még amikor keletűben laktunk, akkor költöztünk fel kb. Pestre. Itt 16 éves voltam, ugye? Nem. 17? Szerintem 17. Ja, ez is ugyanabból a korszakból, paróka. De ez a paróka fullos volt, hallott, és eBay-ről rendeltem. Mit itt elsze nekem utat? Hallott, mi ez a sorrend? Nem tudom, most ugrottunk egyet, de itt körülbelül itt 12-13. Nem, itt 14 éves voltam. Úristen. Látszik egyetem a kamerát? Látszódik. Az unokatesom még házában voltunk, még katonatelepen. Tiszta szégyen. Úristen, nagyon fültágító! Viktorka. Kis Viktorka. Nem, várjál. Itt már csak Viktor kis. Jó, de... Áfeosz. Kicsim. Sütre. Ja, fülbevaló, fültágító. Hát... Na mindegy, next one. Itt már tuti 18 éves voltam, mert ez Pesten készült, még a 14. kerületben voltunk. Nem tudom, miért kötök hozzá helyet. Nem, nem baj, oh my god, és itt amúgy ez a kép annyira nem is fullos, de így, hogy ilyen szögben van fotózva, így tökéletes. Meg a szám is, meg... Ötem. De hogyha elfordítom normálisan, akkor már nem. Úristen, a következő, ez volt az első afro hajam, és itt szintén 18 lehettem, vagy 19, 18. És fölül volt kb. 6-8 fonat, oldalt meg nem volt semmi, és mindig hátra volt zselészve. Tényleg, nagyon gáz volt, úristen. Úristen, a következő, ez, itt már videóztam, de nagyon szégyen volt ez a videó, ezt le is töröltem. A hajam itt szintén hátra van zselészve, és itt föl volt fonva oldalt, nagyon szégyenletes. Következő kép, itt körmöstől mentünk haza, és ez a West End-nél van. Uh-huh. És hát... Következő, ugyanaz a 6-8 fonat, csak itt már le volt nőve, és nagyon szégyen volt. Nagyon gusztustalan, úristen, meghaltam. És ahogy szerkesztettem... meg ez a tipikus virágos háttér mindenkinél. Úgy még a Mercivel együtt laktunk, és itt... Olyan csoki barnák voltunk, szolifüggők voltunk, minden nap mentünk. Minden nap hajnali 5-kor. Volt egy nap kétszer. Igen. Kecskemét. Na jó, hagyjuk ezt a témát. Az a tipő tiszta szégyen, hogy nézek ki meg az a felvágott póló? Az volt a stílem akkor, hogy minden pólomnak az oldalát felvágtam. Magadban. De amúgy jó lapos volt a hasam. Most már mondjuk annyira nem. 15 éves voltam itt, és a mamámékkal voltunk nyaralni. Nem is tudom, hol leszem Siófokon. Oh my god, ez a 16. születésnapom volt, és Kecskeméten voltunk bulizni a klub centrálba. Úristen, itt kb. 16 éves vagyok, szerintem. Itt mamáméknál laktam. Ez egy számomra nagyon nehéz korszak volt, de ez majd a máskor. Itt voltam 12 éves kb. És itt jött be divatba 2012-ben ez a háromszög, galaxi, meg bajusz, meg ilyenek, és bajuszos nyakláncom volt. Jodás pulcsi, meg ilyenek. És itt voltam 6. vagy 7. osztályos, és én itt már nagyba értem a világomat. A következő itt szintén középiskolában jártam még az Atheosba. 17 évesen, és itt, hogy hívják azt a, amikor ilyen festékgolyóval lőnek rá? Paintballozni voltunk a sulival, de én nem paintballoztam. Amúgy ezt a képet, a következő képet már nagyon sokan megtaláltátok anyukám Facebookján,
és mindig elkülditek, de ez számomra nem cink igazából. Azért is csinálom ezt a videót, hogy megmutassam, hogy mennyit változtam azóta. És itt az volt a nagy stíló nálam, hogy kiszakítottam egy tincset felül a hajamban. És itt azért volt kicsit rózsaszínes az a tincs, mert olcsó hajzserét kentem rá, ami piros volt. Ez a Pestre költözésem előtti korszak, amikor az Anikósóban voltam, az a korszak. Úristen, de jó. Na ez életem első hőillesztése volt, és itt voltam szintén 16 éves. És fenn volt kb. 2-3 hétig. És oldalt ugye fel volt nyilván, hajam csak fölül volt rakva, és kb. Olyan 80 vagy 120 gramm. Nagyon szégyen. Ahogy itt már Pesten laktam, itt már amúgy Instán volt olyan 10-15-20 ezer követőm kb. És én szintén ez az ezüst hajas korszak, de nagyon szép van szerkesztve ez a kép. Ez megint csak a kép, amit ha megfordítasz, hogy lesz. Ha megfordítom, akkor nem jó, úgyhogy ne is fordítsátok majd. Igen, igen. Szemcsak filteres korszak. Akkor költöztünk Pestre, és akkor mi csak úgy jelen volt egy világ, azt mi meg benne voltunk. Itt már azért szintén volt egy ilyen 20 ezer követőm kb. Vagy 30, de ez a kép úgymond nagy dolognak számított akkor. Girl. Ez egy Facebook Live volt, és tudom, hogy kit akarsz mondani, de nem mondjuk ki a nevét. Facebook Live voltam, és itt mindig ilyen blokktégla szemöldököt csináltam magamnak, meg szét highlight kereztem itt fölül a számot, még most is szét van, de most kurvás a szám. Ajánlom, akkor a lipliftelenség. Nagyon, három lipliftkének. Ez ugyanez a korszak, kamuizé, kamu piercingek, blokktégla szemöldök, iPhone SE. Na és innentől kezdődik, ami már tényleg nagyon fiatal voltam. A következőképpen 12 éves vagyok, vagy 11 szerintem. És itt anya bement a szoliba, én meg unokat és omán meg a barátnével kint fotózkodtam, és annyira gáz ez a kép, mert konkrétan ott vagyok én, és konkrétan a tükörben látszik a barátnőm, mintha egy mém lenne az egész. Itt a következő képen szintén nagyon fiatal vagyok, és suliból hazafele menet csináltam egy képet. Ez az a korszak volt, amikor reggel nagyon hideg volt, de mentél haza a suliból, addigra ma már meghaltál, olyan meleg volt. És parti szemüveg, LMFAO. Ezeket életem. Domuszos szemüveg, domuszos fültegító. Oh my god. Na itt voltam kb. 10 éves, és ez egy iskolai szünet volt, és osztálytársamnak volt egy nagyon erős fémből bilincse, és behoztam a suliba, én megcsináltam vele képet Facebookra. És akkor volt egy menő ez a kockásra, nagyon emós voltam. Ez kb. Az első Facebookom volt ez a kép, és ilyen... Csoda, hogy nincs ott egy MyVip-logon. Nem, ez még Facebook volt. Ez a MyVip utáni korszak. Ja, itt voltam kb. 8 éves. De nagyon fiatal lehettem. Ekkorában kaptam a kutyámat. Valama. Mint a kávé. Nem engedett be a szobába, emlékszem. Engem is mindig megharapott. Engem csak akkor. Ja, ez került ki Facebookra végül, ez már a szerkesztés. Én már akkor is szerkesztettem, és a szerkesztés nálam abból állt, hogy fekete-fehér élesítés, meg struktúra, meg ilyenek. És egyben ez az utolsó is. Mindenki, amikor ezt kiraktam, mindenki azt hitte, hogy anyám elvitt egy izét egy fotóshoz, vagy valami ilyesmi, annyira full jó ez a kép, és magamról csináltam egy játszótéren, és szintén élesítés fekete-fehér van rajta, és itt voltam 12 éves. És... Nem is tudom, hogy mik voltak abban a korszakban vágott, de azt vágom, hogy emós akartam lenni, meg mindig így oldal elő nem engedtem levágatni a hajam soha. És anyám még mindig avval büntettek, mikor kicsi voltam, hogy le kellett vágni a hajam kopaszra. Mi? Ja. Yeah. Megskalpoltak. Most nézem ezeket. De ez milyen durva már? Hogy lehet ezzel megbüntetni valakit? Nem. Na mindegy, szóval ezzel le is zárnám ezt a videót. Köszönöm, hogy megnézted. Hogyha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és írj egy kommentet, iratkozz fel, és kövess be Instán. Következünk a következő videóban. Találkozunk a következő videóban. Puszá!